Pár kilométerrel arrébb a kis Szilva út első állomásán Penyigén járunk. Nincs olyan port a Penyigén, ahol ne található lenne ez a szilvafajta. Így készül a szilvalekvárral töltött penyigei csavarosfánk, és uraim, jól figyeljenek, itt kérem, munkamegosztás van. Zsuzsa csavarja, Gyula pedig süti. Sok asszony ölegelik velem, és én meg kiállok vele versenyezni is. Penyigén nem tudom szilvából van a kerítés. Azóta nevezik így, miután egy piaci kofa véletlenül elnevezte a vadon termő, apró szemű, igénytelen kis gyümölcsöt. Hát mondja már, hogy milyen fajta ez a szilva. És akkor mondta, hogy hát nem tudom szilva. És akkor a hagyomány szerint így maradt rá a penyigei szilvára, hogy nem tudom szilva. Cibere rosta, paloló és még sok titokzatos szilvafőzéshez kapcsolódó régi eszközt gyűjtöttek a penyigei lekváriumba. Lemegyünk a szilvás kertbe, visszük magunkkal a ponyvát, a szilvabelőrudat. Így kezdődik a szilvaszüret, pont úgy, ahogy több száz éve is csinálták. Bizony embert próbáló feladat a szilvalekvárfőzés, mert több mint egy napig folyamatosan kevergetni kell. Egy embernek mindig tüzelni kell, egy embernek kavarni kell, állandóan, hogy oda ne égjen a szilvalekvárunk. Könnyű, laza a tésztája,